Ahogyan tudjuk, a Szombathelyi Egyházmegye az utóbbi másfél évben két nagy intézményt is átvett állami fenntartásból, a Gagarin úti otthont, illetőleg a Táplán Szentkereszti otthont. És talán fölmerül a kérdés, hogy mit keres az egyház ezen a területen, miért vagyunk jelen, mit tudunk esetleg hozzáadni, ugyanúgy, mint evangélikus egyház a diakónián keresztül, máltai szeretett szolgálat, mit keresünk ezen a területen, katolikus szeretett szolgálat. Első gondolatom az, hogy nagyon sokáig az államok, az emberiség történelmében ezek a nagy társadalmi szerveződések abszolút nem gondoltak arra, hogy ilyes valamivel foglalkozni kellene. Egy ókori állam az tartott hadsereget, épített utakat, épületeket, esetleg kínai nagyfalat, hivatalai voltak, hivatalnokai. De eszébe nem jutott, hogy iskolát hozzon létre. Soha. Vagy hogy kórházat. Soha. Tehát ez nem magától születik az emberiség történelmében. És ahogy mondtam, az első ilyen intézmények a kereszténység ihletésére születnek. Jó erre rácsodálkozni, hogy milyen óriási szellemi megtermékenyítő ereje volt a Bibliának, az evangéliumnak, mennyire áthatja a történelmünket. Az első ingyenes iskola és az első mai értelembe vett szociális intézmény, kórház, mind a kettő keresztény eredetű. Ilyen értelemben a kereszténység nem valahonnan kívülről érkezik erre a területre, hanem nagyon is a miénk. Sőt, talán azt is lehet mondani, hogy az állami szintű szociális hálónak a gondolata, ami megjelenik nagyjából az újkorban, hogy rádöbbennek az államok, hogy kellene törődni a szegénnyel, a beteggel, kellene iskolarendszert fölépíteni, alanyi jogon járó egészségügyi rendszert. Ezek a gondolatok gyökerében, mélyében a kereszténységből születnek. Innen ered. Nem véletlen, hogy nem Kínában, nem Indiában, nem asztékok, nem maják, a keresztény kultúrában születik meg a szociális háló gondolata. És innen terjed el az egész világra. Miért? Miért fakad a kereszténységből ez a gondolat, hogy iskolák, kórházak, szociális intézmények? Ahogy mondtam a bevezetőben, elsősorban azért, mert a meggyőződésünk az, hogy a világnak és az emberi életnek az ős forrása szeretet. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete. Isten örök szülés, örök születés, örök élet áradás. Ebből van a világ, az atommagok és elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme. A világ szeretetből van. És mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni. És majd a halál kapuján át az örök szeretet országába elérkezzünk. Ez az életünk leglényege. Nem a GDP termelés. Nem a hatalomért való harc. Az ember szeretetre születik. Ez a kereszténység legalapvetőbb igazsága, a szíve. Én kisgyerekként jöttem erre rá, édesapám nagyon okos ember volt, sok nyelvet tudott, és országos matek versenyt kétszer is nyert. Nagy zseni volt. Ámulattal néztük. Nagyon tetszett. Bennem a gondolat nagyon hamar megfogalmazódott, hogy ha felnövök és sikerül, szeretnék okos ember lenni, sok nyelvet tudni. Ahogy beültem az iskola padba, nem kellett nekem mondani, hogy fiam, tanulj, leckét ír, figyelj oda. Csupa fül voltam, minden érdekelt. Tudtam, hogy a tudás kincs. De aztán édesapám egy másik nagyon fontos dolgot tett az életemben. Volt egy távoli rokonunk, aki gyermekbénulásban, helynemedin fertőzésben szenvedett. Csak a feje növekedett, a teste kicsi maradt, mint egy csecsemő teste. Egyetlen ujját se tudta mozdítani. És sokáig a szüleim azt mondták, hogy nekünk gyerekeknek ezt nem kell látni,
De körülbelül 8 éves voltam, édesapám egyszer kézen fogott, mondta, hogy menjünk el együtt ezt a rokonunkat meglátogatni. Máig csodálkozom, hogy miért engem választott, két bátyám, meg egy húgom is van, de valahogy úgy érezte, hogy ezt velem akarja megtenni. Elmentünk, elsőre, hogy végigmentünk ezen a kórházon, annyira szörnyű volt látni az eltorzult testű embereket, gégemetszés, vastüdők. Egy-két napig alig tudtam megszólalni. De ettől kezdve édesapámmal gyakran együtt mentünk meglátogatni a rokonunkat. A rokonunk egyébként különleges ember volt, akkor lehetett ilyen 16-7 éves. Nagyon jól tudott sakkozni, oda lehetett tenni a sakktáblát. Nagyon élvezte, akkor is, ha nyert, akkor is, ha veszített. Nagyokat kacagott. Illetve gyűjtötte a vicceket, ez is döbbenetes volt. Ha mentünk, mindig 5-10 viccet elmesélt. Lassan annyira fölbátorodtam, hogy néha egyedül is elmentem őt meglátogatni gyerekként. Aztán elég hamar meghalt, egy-két évig nem mentem, de utána azt éreztem, hogy kellene menni a többi beteghez. És elkezdtem járni, illetve a hittan csoportunkból is mások elkezdtek oda járni. És néha, hogy eljöttem ebből a kórházból, hatalmas nagy örömet éreztem. És azt éreztem, hogy az életben a legfontosabb dolog nem az, hogy okos legyek, hanem az, hogy szeressek és adjak. Az ember szeretetre születik. A kereszténységnek ez a szíve, és ebből születnek az ingyenes iskolák, a kórházak, szociális intézmények és sok minden más. Jézus ezt a kincset hozza a világba. Nem csak az Istennel való kapcsolatunkat, nem csak úgymond a vallási dolgokat akarja ő áthatni a szeretettel, a jelenlétével, hanem ő ezzel a szeretettel át akarja hatni a családokat, iskolákat, kórházakat. Azt akarja, hogy ott legyen a bankok életében, a gyárakban, a kultúrában, művészetben, a sportban. Az egész világot át akarja járni a szeretetével. Ezt nevezte ő úgy, hogy Isten országa. Isten országa az a hely és az a pillanat, ahol Isten jelen van, az ő szeretete jelen van, ahol ő király. Emberi szívekben, családokban, társadalomban. Ezt hirdeti meg a 8 boldogságban. Boldogok a szegények, mert övék az Isten királysága. Boldogok az éhezők, mert íme jól laknak. Boldogok, akik sírnak, mert íme vigasztalást találnak. Jézus egy új világot akart elhozni, ahol kevesebb a könny, ahol az éhező enni kap. Meg akarta újítani a világot. Nem másod hegedűsnek jött, nem csak vallási dolgokért. Az egész emberért jött. A világot akarta átjárni a szeretetével. És éppen ezért a kereszténység nem csak templomokban szeretne létezni. És soha nem csak templomokban létezett, hanem családokban is. Iskolákban, munkahelyeken és kórházakban is. Milyen lelkülettel végezzük ezt a szolgálatot, illetőleg nyilván ez mindig egy eszmény, mindig alatta vagyunk, de legalábbis próbáljuk így végezni. Hadd olvassak föl egy levelet, amit egy idős otthonban elhunyt néni írt az ápolójának, és az ápoló a néni halála után találta meg a neki szóló levelet. Mit látsz, ha rám nézel? Legtöbbször egy szeszélyes öregasszonyt látsz magad előtt. Aki a kérdezik, nem válaszol. Egy vénasszonyt látsz. Aki nem találja a cipőjét, harisnyáját, s engedi, hogy úgy bánj vele, ahogy neked tetszik. Ezt látod. Pedig ez nem én vagyok. Elmondom neked az életemet. 13 gyerek közül én voltam az utolsó. Szüleim és testvéreim nagyon szerettek.
Alig voltam 16 éves, arról álmodoztam, hogy megtalálom életemben nagy őt. 20 éves voltam, amikor férhez mentem. Szívem erősebben megdobban, az akkori időkre gondolok. Férjemmel szeretetben, hűségben kitartottunk egymás mellett. 50 éves lettem, és már unokák zajongtak körülöttem. Mindenki szeretett. Aztán jöttek sötét napok. A férjem meghalt. Félelemtől reszketve gondoltam a jövőre. Ha átgondolom a rövid éveket, milyen gyorsan elrohantak. Te, aki a gondomat viseled, ne a szeszélyes vénasszonyt lásd bennem. Figyelj kicsit oda, és meglátod. Igyekszünk más szemmel nézni az idős emberre, a betegre, a sérültre. Úgy nézni rá, mint remek műre, végtelen kincsre, Isten képmására, szeretett gyermekére. Akkor is, ha már nem tudja magát kifejezni, akkor is, ha a betegségnek a sokféle lánca gúzsba köti a képességeit. Meglátjuk benne a végtelenül értékes embert. Jézusnak van egy nagyon fontos példabeszéde az irgalmas szamaritánusról. És azt halljuk, hogy a útszélen van egy véresre vert, félholtan otthagyott ember. És elmegy mellette egy Jeruzsálemből érkező pap, nagyon oda se hederít, átmegy a túloldalra, megy tovább, dolga van. Ilyenekkel nem foglalkozik. Aztán elmegy mellette egy levita, egy templomi szolga. Ő se nagyon törődik. És végül jön egy szamaritánus, és itt jön egy gyönyörű mondat a Bibliában. Azt mondja, Jézus ránézett, meglátta, és megesett rajta a szíve. Simone Weil, francia filozófus mondja, hogy a világirodalomban a szeretetnek talán a leggyönyörűbb rövid leírása ez. Ránézett, meglátta, és megesett rajta a szíve. Ugyanis szeretni annyit jelent, mint meglátni. A szemünk ablakain át. Beengedni a másik fájdalmát. Engedni, hogy nekünk is fájjon. És utána már ezen a közös fájdalmon természetes lesz, hogy segítek. A keresztény ember valahogyan így próbálja nézni a másik embert. Testvér, egy vagyok vele. Isten remek műve, a fájdalmunk közös. Nagyon más a kereszténység, illetve a Biblia képe a társadalomról, mint talán a mai szabadversenyes világunk. A mai világban sokan úgy képzelik, hogy a társadalom az egyfajta ilyen küzdelem, szabad verseny, győzzön az erősebb. Gazdaságban, ami sikeres, az kerüljön fölülre. Valósítsd meg önmagadat, magad céljai. Egy ilyen piramisszerű világot képzelnek el, ahol mindenki tör föl a csúcsra. Még több pénz, még több hatalom, még több siker, még több élvezet. Ez a mai ember képe a társadalmunkról. Mindenki az élete kezdetén úgy nekifut, és próbál minél többet megszerezni, bezsebelni. A Bibliának a képe a társadalomról nagyon más. Többek között azért is, mert ebben a szabad versenyes világban egyre kevesebb az igazán boldog ember. Azért sem, mert nem tud mindenki följutni a csúcsra. A szabad versenyben a gyönge, az idős, a beteg, a sérült mindig menthetetlenül lemarad. Az erősek társadalmát építik, a gátlástalanét, aki átgázol a másikon, hogy megsüsse a maga pecsenyéjét. De talán azért is van olyan sok boldogtalan, megkeseredett ember, mert mi emberek nem erre születtünk. Nem arra születünk, hogy magamnak gyűjtsek.
arra születtünk, hogy szeressünk és adjunk, alkossunk és építsünk. A Biblia alapképe a társadalomról az emberi test. Pál apostol így mondja, hogy Krisztus teste vagyunk, egyetlen testnek a tagjai, egymásnak testvérei. És azt mondja, ha az egyik tag szenved, a másik vele együtt szenved. Ha az egyik tag örül, a másik vele együtt örül. Egy beteg, egy idős, egy sérült, nem egy szám, nem egy statisztika, nem egy költség, nem teher, hanem a testvérünk, nagymamánk, rokonunk, világ legtermészetesebb dolga, hogy gondoskodunk, segítjük. Másképpen nézni a rászoruló embert. Hadd olvassak föl egy, talán elsőre nem annyira könnyen érthető verset, Pilinszky János, Pupilla. A távcsőben lovas roham, porzók bibék a nagyító alatt, de a szememben sárga arc és zuhanás a fölpolcozott ágyon. Mivel embernek lenni annyi, mint poklokra csavart pupillával nézni. A távcsőben a tábornok lovas rohamot lát. Hadmozdulatot, X mennyiségű katona, ennyi százalék a veszteség. Nem látja az édesapát, a bátyot, az öccsöt, akit lelőnek, akinek az élete vége, az élete ilyen tragikus módon végződik. Nem látja az egyéni tragédiát, az életeket, számokat lát. A távcsőben lovas roham. A tudós porzókat, bibéket lát, nem látja a gyönyörű világot, a gyönyörű szép virágot, a tulipánt, a szegfűt vagy az ibolyát. És hogy folytatja Pilinszky János, de a szememben sárga arc, egy betegnek az elsárgult arca, egy ember, zuhanás a fölpolcozott ágyon, a szenvedés mélységei. Embernek lenni annyi, mint ezt meglátni, ezt a pokoli kint meglátni. Meglátni az emberben levő végtelen mélységet. Szociális területen dolgozni, azt hiszem ilyesmit jelent, hogy más szemmel látok. Testvérnek látom, édesanyámnak, nagymamámnak. Végtelen méltóságú embernek. Nemrég beszélgettem egy édesapával, akinek sérült kislánya is van. És ő többek között arról beszélt, hogy mennyit adnak nekünk a sérültek, a betegek, az idősek. Mennyivel gazdagabb általuk a világ. Mennyire helyettesíthetetlen minden mással az ő jelenlétük. Ugyanis arra figyelmeztetnek minket, hogy vannak dolgok az életben, és tulajdonképp a legfontosabb dolgok, igazából minden dolog, alapvetően olyan, amit nem lehet megoldani. Nem az a dolgunk vele, hogy helyrehozzuk, intézzük. Egyszerűen létezik, egy ember létezik, aki szeretetet kér, örülni akar. Az életnek a célja nem a termelés, nem a GDP növelés. Nem az autók, nem a házak. Az ember a célja ennek a világnak, az emberi szív. A sérültek tanítanak erre, az idősek tanítanak erre. Óriási kincsei a társadalmunknak. Tanítottam sérültek napközis ilyen iskola féléjében Budapesten. És hát az egyik kislány nagyon-nagyon megszerette a hittant, mutogatós énekek voltak, mindig ő állt ki előre és mutogatta az énekeket. Sérültsége nagyon látszott az arcán. Ő egy sokadik gyerek volt egy családban. Anyukája, bár vallásos asszony volt, soha a kislányt Ibit templomba nem hozta. Azt éreztem, hogy kicsit szégyelli. Ibi azonban annyira megszerette az énekeket,
vallásos dolgokat, hogy kikönyörögte, hogy jöhessen misére. El is jöttek, rózsákterei templom, óriási oszlopok hátul, egy oszlop mögött leültek. Azt éreztem, hogy az anyuka itt is szinte szégyelli magát, hogy ilyen kislánya van, elbújik a templom legutolsó szögletében. Ibit azonban nem lehetett ott megtartani, áldozás végén kapták a kis keresztet a gyerekek, Ibi büszkén előre jött, megkapta a keresztjét, megfordult, egy ilyen nagyon simogatós kislány volt, meglátta, hogy csupa aranyos néni van a padok szélén. Oda ment, megsimogatta őket, rájuk mosolygott, köszönt. Nénik fantasztikus örültek. Ahogy Ibi végigment a templomon, azt éreztem, hogy kitavaszodik az a templom, kivirul. És lassanként azt láttam, hogy az édesanyja egyre előbbre ül a templomban. Lassanként büszke lett erre a kislányára. Meglátta benne az óriási kincset, a nagy szívet. Nem a termelés az életünk célja. Nem a sikerek, nem a taps. Valami mélyebb. És a másik dolog, amit hozzáad a keresztény lelkület a szociális területhez, különösen idős otthonokra gondolva, ez az örök élet reménye, hite, ez az élet beteljesedése, az élet értelmessége oldaláról jövő fény, amely egy emberi életnek távlatot ad. Nem mindegy, hogy az ember mit gondol az élete igazi végső értelméről. Churchill például nagyszerű miniszterelnöke volt Angliának, de egyéni élete egyáltalán nem volt fényes. Amikor haldoklott, a legutolsó szavai ezek voltak, hogy hagyjatok békén, elegem van az egészből. Erzsébet angol királynőnek legutolsó szavai ezek voltak, hogy milyen szörnyű, hogy az embernek egy élete van, és most ennek vége, mindennek vége. Mennyire más például Edison utolsó szavai, egy mélyen hívő tudós volt. Utolsó szavai ezek voltak, milyen gyönyörű odaát minden. Vagy boldog atyán Stratman László halál előtt egy nappal óriási kínok között. Azt kérte, hogy vigyék ki az erkélyre, hadd kiáltsa ki a világba. Az, hogy mennyire szeret az Isten. Önkívületben is fohászkodott, imádkozott, nem átkozódott, pedig nem volt magánál. Amikor meghalt, egy ateista orvos, Zattig volt mellette, éppen akkor a válását tervezte, hogy meghalt a szent életű orvos, Batyányi László. Zattig doktor letérdelt a beteg ágy mellett, és azt mondta, egy szentet láttam meghalni. És ott döntött amellett, hogy a feleségét nem hagyja ott, a családjára újra igent mond, és ott találta meg a hit kincsét, ajándékát. Nem mindegy, hogy egy idős ember milyen lelkülettel járja végig az élete utolsó lépéseit. Egy egyházi otthon ebben is segíteni akar. Befejezésül hadd mondjak el egy olyan élményt az életemből, ami kicsit talán ezt megvilágítja, hogy ez mit is jelent egy idős embernek. Budapesten mentem át autóval, és csöngött a telefonom, egy ismeretlen néni. Hívott valahonnan már a rádióból, ismerte a hangomat, valahogy kinyomozta a telefonszámot, mondta, hogy szeretne gyónni. Volt egy kis időm, rögtön arra kanyarodtam, fölmentem. Beléptem a szobába, azt éreztem, hogy mintha 70-80 éve megállt volna az idő. Csupa régi, bútor régi képek, és egy kicsi töpörödött néni ült egy nagy fotelben. Leültem, kiderült, hogy a néni gyakorlatilag minden hónapban gyónik, áldozik. Magamban azt gondoltam, kicsit fölösleges volt engem ide hívnia. Elkezdtük a szentgyónást,
És egy 10 perc múlva egy döbbenetes változás történt. A néni elkezdte mesélni az egész életét. Rengeteg sebbel, rengeteg örömmel. Úgy, ahogy azt gondolom, hogy talán soha életében senkinek nem tudta kimondani. Több mint egy órán át mondta, megrendülten hallgattam. Azt éreztem, hogy a néni érzi, tudja, hogy jön a vőlegény. És föl akarta venni a mennyasszonyi ruhát, a hófehér ruhát. És amikor megáldoztattam, azt éreztem, hogy ebbe a kicsi szobába lejött a mennyország. Ezt a jelenlétet próbáljuk bevinni az idős otthonainkba. És nagyon köszönöm még egyszer mindenkinek azt a nagy szívet, szakértelmet, sok szorgalmat, amit beletesznek a munkájukba, és kívánok hozzá nagyon sok erőt, egészséget, kegyelmet, szeretetet. Köszönöm a figyelmet!